Az áprilisi országgyűlési választásokhoz kapcsolódva tartott sajtótájékoztatóta lehet más a politika pénteken az Esperantó téren. A párt helyi jelöltje elmondta, a rendszerváltás óta sokat fejlődő gyulai turizmus nem tud megélhetést biztosítani minden rétegnek. Szabó László ezért a multikkal szemben a kis- és középvállalkozásokat támogatná. A szolgáltatás is azért föl kellene minden jóán, mert például ugye itt élelmiszeripari áruházláncok vannak, de egy hasonló a békésabai bevásárlóközponthoz nagyon el kellene Gyulán is, annál inkább, mert óriás az idegenforgalom, és hát ha vásárolni akarunk, akkor mi Békésabára járunk át. Ungár Péter, a Zöld Párt országos elnökségének tagja Gyulán azt mondta, a fiatalok elvándorlása nemzeti tragédiához vezet. Az LMP programjában ezért kiemelt szerepet kap a fiatalok munkahelyhez jutásának támogatása. Az, hogy a magyarországi munkahelyteremtés arról szól, hogy a kormány minél több pénzt ad a multiknak, az megbukott. Hogyha összehasonlítjuk, hogy mennyi pénzt kap adókedvezmények formájában egy multinacionális vállalat, mondjuk egy magyar kis és középvállalkozáshoz képest, akkor több mint tízszeres ez a szám. Az LMP a kis és középvállalkozásokat tenne stratégiai partnerként. Ugye erre az egyik legjobb példa az, hogy Magyarország, ami egy mezőgazdasági ország, rengeteg munkahelyet tudna teremteni élelmiszeriparban, illetve élelmiszerfeldolgozásban. A politikus elmondta továbbá, hogy bérlakás programmal támogatnák a fiatalok lakáshoz jutását, valamint vállalkozás alapítási kedvezményekkel próbálnák hazacsalogatni a nyugaton dolgozó magyarokat.